Teljesen megtöltötték az érdeklődő fiatalok a Kisvárdai Kórház nagytermét, ahol a szakemberek két előadáson tekintették át a drogprevenció hazai aktualitásait és a megelőzés fontos kérdéseit. A 2013-ban elfogadott Nemzeti Drogellenes Stratégia keretében lévő programokban összesen csak nem 800 millió forintot fordítottak tavaly a kábítószer problémák kezelésére. A 2017-re és 2018-ra vonatkozó, jelenleg előkészítés alatt álló szakmai részprogramon pedig több milliárd forint hasznosul szemléletformáló és megelőzési programokra, a kezelési ellátások fejlesztésére és más konkrét beavatkozásokra. A célzott és javadó programok támogatására irányuló uniós pályázat 3 milliárd forint összegben tegnapi napon jelent meg. Ebben minden olyan szociális szolgáltató, aki bejegyzett engedéllyel rendelkezik, 50-100 millió forinttal forint összegre tud pályázni. Nagyon kérem az intézmények képviselőit, hogy figyeljék ezt a pályázatot, soha vissza nem térő alkalom. Ez nagyon fontos, nagyon hosszú időre megoldhatja ugye a kábítószer prevenció kérdését. Az addiktológus szakember szerint a tapasztalatok azt mutatják, minden iskola igyekszik felhívni a figyelmet a drogfogyasztás veszélyeire. Emellett például a rendőrség és a civil szervezetek is aktív szerepet kapnak a prevencióban. Hozzá csatlakozik természetesen az egészségügyi ellátórendszer, aki viszont már azokkal foglalkozik, akik valamilyen módon kapcsolatba kerültek a különböző szerekkel. Az egészségügy azért a gyógyításon kívül a harmadlagos, illetve az elsődleges prevencióba is részt vesz, tehát ott vagyunk mindenhol, ahol hívnak. Ezért vagyok most is itt, hogy elmondjam azokat a szakmai tapasztalatokat, amik esetleg segítenek azoknak a szakembereknek, vagy civileknek, vagy segítőknek, vagy jószándékoknak, hogy felismerjék a környezetükben a problémát, és tudják, hogy hova kell fordulni segítségért. A fórumon elhangzott, további 1,7 milliárd forintot az óvodai és szociális segítő tevékenység fejlesztésére fordítanak. A rehabilitációs ellátást nyújtó intézményeknek pedig közel 4 milliárd forintos támogatása rendelkezésre. Az előadások között egy kis filmet is levetítettek a diákoknak, akik az esemény végén kérdéseiket is feltehették a szakembereknek.